hazai pályavéten a Budapeston véd az Európa Liga csoportkörében, hiszen a monakói vereség után, amit ugye egy Szlávia elleni győzelem előzött meg, most hazai pályán a Kopenhágát fogadja a Budapest Honvéd, tehát az Európa Liga csoportkörének harmadik fordulójából Budapest Honvéd FC Köbenhávi mérkőzés következik, a magyar kupagyőztes fogadja a dán bajnokot hazai pályán. Talán mondhatjuk azt, hogy nem a Honvéd ugyan a mérkőzés esélyese, de hazai pályán, ahol a Szlávia Prahát sikerült legyőzni, és a Monakót idegenben megszorongatni, ugyan a 2-1 lett vége a franciáknak, akkor azért a Kopenhága ellen is van pontszerzési esélye a Budapest Honvédnak. Úgyhogy nézzük is az összeállításokat, Ugraival kezd elől. A Honvéd, Zsótér, Mutari és Mezgráni a középpályán, gazdag és Kesztyűs is a kezdő tagja. Na de a mérkőzés már kezdődik is, úgyhogy nem a kezdőkkel foglalkozunk, hanem azzal, hogy megkezdődik a Honvéd Köbenhávén Európa Liga csoport mérkőzés. Ugrai sarokkal már tovább, Zsótér, süllyed a Honvéd. Piros-feketében természetesen a magyar kupa győztes, a vendég Köbenhávén pedig fehér mezben látható. Fájk rúgja előre, Uzoma azonban kifejelő, ugye Kopenhága az előző idényben, egészen az Európa Liga negyed döntőig jutott, a Manchester United-at 0-0-ra kényszerte, és hosszabbítás után esett csak ki a németországi 8-as döntőben. Úgyhogy volt egy nagy elmenetelése a dánoknak az előző elkiírásban, 2016-ban pedig egészen a Bajnokok Ligája csoportköréig is eljutottak, úgyhogy azért van a dán csapatnak nemzetközi tapasztalata, nemzetközi rutinja az utóbbi éveket tekintve. Santos! Sajnos a Honvéddel ellentétben, ugye a Honvéd 2017-ben a BL selejtezőjében indult, utána pedig rendre el selejtező résztvevő volt, ellenben a második körnél tovább nem jutott. És ugye a negyedik kör sikerrel vétele jelent csoportkört. Ugrai! Megint egy sarkas passz, ez most pontatlan volt. Aztán egy ütközés, Mutari, őt leszerelik. Oviedo, Daremi, Zeka, oszhatja a görög válogatott játékosa, a Köbenhávinnek Falk, Oviedo, Mutari csúszott be, Santos, Ugrai, megpróbálta, de nem jött be a csel, Nelson, Varela, Pembiel. Negyed óra eltelt, a Honvéd Köbenhávén Európa Liga mérkőzésben egyelőre gól nélkül, helyzet sem volt még a meccsen. Na most van! Óriási védés! Hát óriási helyzetbe került a FC Köbenhávén csapata. Őt kellett védeni a Tuivelnek. Bieland, Jonsson, Mutari, Ugrai, Lassra jött vissza, szabad rúgás a kopenhágaiaknak. Az első helyzet a dánoké. Méghozzá nagyon nagy. Labdab is többet volt eddig a kopenhágaiaknál. A csoport másik mérkőzésen a Monaco a Szlávia Prahával találkozik. Zeka. Mindjelőre a Honvédnek ugye három pontja van, mivel 2-1-re legyőzte a Szláviát az első kör. A első körben otthon, hogy akkor 1-0-ra vezetett a Szlávia, sikerült megfordítani a Monaco ellen, már nem sikerült a fordítás. Akkor a Monacónak sikerült a fordítás egyébként, és akkor ők nyertek 2-1-re, úgyhogy eddig a Honvédnak 2-2-1-es meccse volt, de mindig a hátrányban lévő csapat nyert, amelyeket hátrányba került, utána nyilván azért megfordította a meccset, aztán átgyőzelemre. Értelemszerűen úgy nyert Mezgráni, Zsótér, Ugrai, Mutari, nagy labdát kap, Oviedo rajta, Mutari egyből középre küldi, kifejelik, ott van még gazdag, ő is fejel Zsótér felé, aztán Ugyel, Santos, Pebiel, Santos, Zeka, Falk, két honvéd játékos között hozza a labdát, Falk, Daremi, rálövi, és ezt is fogja Tuivel. Nagy Sándorral felváltva védték igazából a selejtező mérkőzéseket, ugye az Alkmaar ellen. Nagyon megszenvedett a Honvéd az első meccset, rögtön el is veszítette 2-0-ra, onnan tudott aztán tovább jutni. De volt ugye meccse a Rangers-szel, azt nagyon simán hozta a Honvéd, 7-0-ás összesítéssel jutott tovább a kismesti csapat, még az orosz Rostovon kellett bejutni az EL csoport körébe. Tamás! Ugrai, Mutari, jó az Uzomának, Uzoma,
be tudja adni, az jó fejes, és kapufa! A felső léc menti meg a dánokat, szöglet. Micsoda felhőfejes volt azért. Közel állt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést a Honvéd. Itt van Uzoma, beadja a labdát. És hát az tényleg óriási felső léc volt Ugraitól. Ez a csúsztatás. A Honvéd első helyzete, de nem is akármilyen helyzet volt. Marad a 0-0. Gazdag szöglete, 34. perc. Gazdag. Jó a fejes, és kijön a gólvonalról, ez is érintette talán a kapufát, egy dán védőről pattant oda. Két nagy honvéd helyzet egymás után a 33. 34. percben. Oviedo. Fok. És ezzel, ez is jelzésértéke azért a Kopenhágának, hogy nem szabad lebecsülniük a Budapest Honvédot. Kesztyűs. Mutari. És sajnos papíron a leggyengébb csapata a csoportnak a Honvéd. Mert azért a Szláviának, a Kopenhágának és a Monakónak is azért nagyon nemzetközi rutinja van. Ugye a Monakó még topligás együttes is. Bár mostanában azért nem fénykorát éli a Monakó sem. Ugrai. Mutari. Ott egy fejes, ez kapu mellé. És sem volt veszélytelen honvéd helyzet. Itt Ugrai kiteszi oldalra. Jön egy újabb beadás. Azonban ez is kimaradt. A harmadik helyzete volt ez már a Honvédnak. Johnson. 3-2 a lövések aránya a Honvédnak. 0-2-ről fordította meg ezeknek arányát a kispesti csapat. Nelson. Varela. Pebiel. Mezgrani támadja. Nelson. Kesztyű is ment oda, Stage. Szóval marad a fehérmezeseknél, Camber. Megnyeri a fejpárbajt, Stage újra. Santos, vissza Stage-nek. Nincs hosszabbítás a fél időben, egy lövés viszont igen, Tuivel fogja, ami azt jelenti, hogy három lövés itt, három lövés ott, gól azonban se itt, se ott. Honvéd Kőbenhávű 0-0 az első fél időben. Hamarosan jövünk majd a második játék résszel, addig is tartsanak velünk. Mint láthatjuk a félidei statisztikákat, többet volt a Kőbenhávinnál a labda, sokkal többet volt a dánoknál a labda, de azért a lövés arány az kiegyenlített, a Honvédnál van statisztikailag több kaput eltalált lövés, úgyhogy innen jöjjön a második félidő, Bielant teszi tovább Zekának. Ugye az Európa Liga csoportköréből több meccset is közvetítünk, itt a harmadik fordulóban van még egy magyar érdekeltségű meccs, ugye a Fehérvár fogadja, tehát a Fehérvár játszik az Arsenal együttesével, ami azért tényleg nagyon nagy meccs lesz. Ez a sztárcsapattal találkozik itt az Európa Ligában. Egy magyar együttes, úgyhogy ez is azért nagy találkozó lesz majd. Ugrai, Bielant, Varela. És azért a Fehérvár 6 ponttal áll a csoportjában, legyőzte a Real Sociedadot és az Aberdent is, úgyhogy nagy mérkőzés lesz az Arsenal elleni. Wind jön, Daremi helyére cserél a Kőbenhávin. De most még itt vagyunk Kispesten a Honvéd mérkőzésén, úgyhogy hát egyelőre a Honvédnak kéne kiszurkolni a győzelmet. Egyelőre egy pontra áll Bódog csapata, ami azt jelentené, hogy 4 pontja lenne 3 meccs után a Honvédnak. Egy távoli lövés levágódik a blokkról, Santos visszaszerzi, Stage újra, ez is lepattan a blokkról. Hát ezt azért újra befuthatta volna, egy viszont nem szöglet, azért ezt jó lenne megúszni. A Honvéd veszélyeztetett már szögletből. Nézzük, a Kopenhága is megteszi-e ugyanezt. Már el egy kis szöglet. Vissza Oviedónak, és még mindig nem szabadul fel a Honvéd kapuja. De ott nincs középen. Fehérmezes, viszont Uzoma megtalálja. És gól. Ebből kapjuk a gólt, vezet a Kőbenhávin. Egy óriási hiba után. Itt nem szabadítunk fel. Oviedo beadja. Uzoma kirúgja az ellenfélnek. Stage lekészíti. Aztán ott egyből a lövés, ez nem érhet oda túlvel, ez nagyon nagy erővel jött, nagyon gyorsan, de hát ezt ki lehetett volna védekezni.
Zeke a gól szerző a görög játék, hogy Zeke góljával vezet a Köbenhavn. Hát akkor ez most 4-ről 3 pontra csökken, jelen állás szerint. Vezet a Kopenhága. Wind. A Fradinak ugye nem ment a Genk ellen, kikapott 2-1-re a Zöldfehér együttes ugye a Bajnokok Ligájában. Most a Honvéd is hátrányban, hát egyedre nem megy a magyar csapatoknak, és akkor a Fehérvár majd az Arsenallal játszik ezután. Tehát, hogy ez a forduló, ez nem a magyar csapatoké egyenlőre. Santos. De még papíron, ebben a csoportban még ez a legnyerhetőbb meccs egyébként, ez az érdekesség. Már a tegnap, már ez a múltkori Fradigenk mérkőzés is egyébként ugyanígy volt felvezetve, aztán hát tudjuk mi lett a vége, 1-2 oda. Kamber. De például az első fordulóban mind a három magyar csapat nyert. Fradi 2-1-re a Başakşehir ellen, a Honvéd 2-1-re a Slavia Praha ellen, a Fehérvár 4-2-re az Aberdeen ellen. Mutari. Na most itt lehet az egyenlítés. Mutari. Rálövi, lesz szögből. Fölé megy. Olyan volt a füstje, mint a lángja. De legalább egy újabb Honvéd helyzet, ez volt a negyedik. Itt kapja meg a nigeri, korábbi Ferencváros és Mezőkövesdi játékos. Majd aztán rádúrantja, kaput nem talált Mutari. Johnson. 4 Honvéd lövés. 6 Dannal szemben. Nelson. Stage. Gólpasszadója ugye Stage. Ő neki adta Uzoma a szöglet után a labdát, aztán ezek a kegyetlenül bevágta. Mivel kapujába, ezzel vezet a Köbenhavn. Zekát most buktatják. Szabad rúgás a kopenhágaiaknak, amik, hanem még ebből lap is lesz. Így is van, kesztyűs kapja. Oviedo. Stage. Azért ne döntsék el. Stage. Zsoltér. Az egy gól azért még abban, annak a csapatnak a játékában is olykor benne van, amelyik szinte egy támadásból képes egy gólt lőni, úgyhogy eddig nincs eldőlve a meccs, azért a 2 gól az egyáltalán nincs benne a Honvéd játékám, és azért az sokkal nehezebb lenne. De hát ilyen helyzetek kellenek, mint Mutari, és akkor az egyik csak beakad. Varela, csak az a baj, hogy ebből egy volt eddig az egész fél időben. Pebbiel. Levágódik a beadás. Bedobás a Kopenhágának. Nem, de Honvédnak, bocsánat, akkor gyerünk előre, Tamás dobta be, Mezgrani. Ugrainak az jó, Ugrai megtartja. És ott Mutari indul, és ez nagyon nagy labda Mutarinak. Oviedo mellől lép ki, Mutari középen kéri. Mutari inkább ezt is lövi. Nagy védés. Kaput most eltalálta Mutari. A második nagy Honvéd helyzet a második fél időben. Nagyot védett Johnson. A Manchester United elleni Európa Liga negyed döntőben is, még a tavalyi szezonban, augusztusban. Azért azon a németországi meccsen. Tényleg parádézott, és csak egy gólt kapott, az is neki Bruno Fernandes büntetőből rúgta a 105. percben. Ugrai helyére jön Tóth Gábor, a haladástól megszerzett fiatal utánpótlás válogatott támadó, vagy gólvágó, a Magyar Kupában kapott többnyire játék lehetőséget, ott azzal élt, illetve nálunk az Európa Liga selejtezőjében, hát ott is azért ontotta a gólokat Tóth Gábor Kristóf, talán ez a jó sorozata ma a csoportkörben a Kopenhága ellen is folytatódhat. Tóth Gábor első labdaérintései. Tökéletesek eddig, kesztyűs. Vissza Tóth Gábornak, és még elérte, még jó a passza is Mutarinak. Mutari elcsúszik a beadás pillanatában, de kár érte, pedig azért eddig Tóth Gábor tényleg jól szállt be a meccsbe, még a két megmozdulása volt, az is azért öröm volt nézni. Santos, Pebbiel nem tudja kiugratni Santost, Tamás blokkolt háttal, Kamber. Stage mellett húz Elkember, Stage. Megint a dánoknál, az nekünk egyáltalán nem jó. És Zeka jön, szabadrúgás. Észrevett egy ütközést a játékvezető Tamás Krisztiánnak. Rúgtak ennyit, aztán mindketten elestek. Tamást ugye az előző idényben Zalaegerszegen láthattuk. Videóton volt játékosát Bartolec. Jött egyébként a kopenhágai együttesbe. Már nála is a labda. Nelson. 5 perce maradt a Honvédnek az egyenlítésre, különben hát ebben a fordulóban két magyar csapat, két hazai megy, két papíron legkönnyebb mérkőzés hazai pályán a csapat leggyengébb csapata ellen, vereség lehet. Barát, ugye Fradi Genk elleni mérkőzése után most a Honvéd a Köbenhavn ellen. De ne legyen igazam, Tóth Gábor letámadja Bielandot, de nagyon nincsen esélye megszerezni, és
Valóban így van, Ovédo. Nem jönnek fel a honvédosok, Falk. Kopálga birtokolja labdát, sok hosszabbítása nem lesz sok a játékvezetőnek. De azért 3 percet rától. Csak nincs nálunk a labda, úgyhogy abból a háromból mindjárt egy eltelik. Sőt, lesz az mindjárt 2 is. Ovédo. Barát mellett megvan a csel. Ovédo befelé. Wind. Ovédo kapja. Ovédo. Kamber. Na van-e még idő? Így igen. Tóth Gábor. Így nincs. Itt a vége, egy buta hiba után Zeka bomba góljával, vagy inkább mondjuk, hogy erős lövésével, mert azért nem volt a forduló gólja, de azért egy szép erős lövés volt. Zeka góljával mind a 3 pontot elhozza Kispestről a Köbenhavin, Budapest Honvéd, Köbenhavin 0-1, ez a vége.